Nézőink visszajelzéséből tudjuk, hogy mennyire népszerű a télzene Karcagon. Hétről hétre többen mennek ki a város különböző közterületeire meghallgatni az előadásokat. Helyszíni tudósításunk következik. Köszöntöm nézőnket, Kovács Jánossal beszélgetek, hiszen a Litus zenekar most itt volt nálunk, és nem első alkalommal, de most egy olyan fantasztikus három koncertet adtak ki, rövid koncertet, amire azt gondolom, hogy reméljük nem lesz még egyszer példa, hiszen most ez a vírus egy kicsit átírta ezt a mai napjukat. Nem először léptek föl, milyen érzésekkel jöttek Karcagra? Hát most már tulajdonképpen körülbelül 15 koncerten vagyunk túl ezen a szűk egy hétben, ami eltelt. Hát Karcagra nagyon jó érzésre jöttünk vissza. Van, aki ide udvarolt a fiúk közül, tehát szinte családi kötődései vannak a zenekarnak Karcag felé. Örültünk azoknak a fellépéseknek, amiket ezekben az időszakokban, vagy vírusos időszakban kaptunk, mert igazából azt gondolom, hogy nekünk is egy nagyon jó dolog, hogy kiszabadulhattunk. Valahol nyilatkoztam valamelyik tévéstábnak, hogy egészen furcsa volt az első pár koncerten, amikor a Kottát láttam magam előtt, és hallottam a többieket magam mellett játszani. Tényleg sajnos, hát ugye mi is arra kényszerültünk, hogy nem jöhettünk össze egymással. Ez egy csodálatos érzés, amikor együtt muzsikálunk, és ezt megmutatni az embereknek, ráadásul azokat a reakciókat megtapasztalva, amiket az erkélyekről kapunk az emberektől. Csodálatos érzés, és nagyon jó megtapasztalni ezt. Beszéljük egy picit a zenekar nevéről, hiszen, ahogy mondta, kiejteni egyszerű, mint leírni. Mit is jelent a szó? Igen, a Litus, ugye ez a nevünk, hogy Litus Racewars Quintet, és a Litus az egy római kori hangszer, ami ilyen aranymetszésszerűen van megtekerve, és hát a fiúk ezt választották annak idején a zenekar nevének. Én nem voltam még akkor a zenekar tagja, én később jöttem a képbe, amikor, hát ugye az a zenekar története, hogyha szabad így egy pár szóban megosztani a nézőkkel, hogy 2002-ben a srácok még akkor főiskolások voltak, és teljesen más volt az összeállítás, de az egyik trombitás elköltözött Debrecenből az idők során, és akkor 6-7 évvel ezelőtt szóltak, megkerestek, hogy ugyan már tanárbácsi, gyere már játszani velünk. Ez a tanárbácsi, ez azért érdekes, mert én mind a 4 fiút tanítottam középiskolában, vagy kamarazenére, vagy trombitára. Akkor sok évet letagadhat, hiszen ezt nem gondoltuk volna. Köszönöm szépen. Sőt, van, akit zeneiskolában is már tanítottam. Úgyhogy hát ilyen kötődésünk van, és az egy végtelen megtisztelő érzés volt, amikor így megkerestek. Ez egy jó kis folyam volt tényleg, és nem is gondoltam volna. Mit kell tudni egyébként, amikor nem ilyen karanténkoncerteket adnak, akkor hol lépnek fel, és milyen zenét játszanak, hiszen itt azért most igyekeztek egy kis dallamos, egy kis vidám zenét. A Varóti lakótelepen mondták, hogy pont idősek ott mehettem, hogy jól lenne egy kicsit táncra perdülni, de most nem lehet. Tehát igazándiból azt gondolom, hogy már ezzel örömet okoztak az embereknek, hogy megjelentek és megszólalt a zene. Igen, remélem, és a repertoárunkat is abban az irányba fejlesszük, hogy ezek a fellépések, ezek mindig olyan egyediek legyenek, tehát ahol a Litus megjelenik, ott túlnyomó részt a saját átiratainkat játsszuk. Ez egy különleges dolog, nem mindenki csinálja a hazai együttesek közül, amikor fellépnek a részfős kintek, akkor nagyon sok felé lehet ugyanazokat a számokat hallani. Mi erre nagyon-nagyon nagy gondot fordítottunk mindig is, hogy legyenek olyan átirataink, amiket tudjuk, hogy tetszenek a közönségnek, és ugyanakkor teljesen ránk jellemző felállásban, hangszerelésben szólalnak meg. Úgyhogy hát ha ez ennyire jó érzés az embereknek, hogy táncra kerekednének, akkor ez ennek nagyon örülök.